ultraortodox rabbikat vettek őrizetbe Izraelben, mert nem tartatták be a hívekkel az új típusú koronavírus járvány miatt kötelező távolságtartást. A zsidó államban több város ultraortodox közösségében is teljes védőfelszerelésbe öltözött rendőrök jelentek meg, és bilincsben vitték el a helyi vallási vezetőt. Izraelben az összes koronavírus fertőzés negyede zsinagógában történt. Bnei Bark településen a szigorú tiltás ellenére is megtartották az ultraortodox közösség nemrég elhunyt rabbiának temetését, amelyen több százan vettek részt, noha a járvány miatt maximum 20 főben szabták meg a temetéseken megjelenők számát. A vészhelyzeti rendelet emellett elrendeli minden vallás intézményének bezárását, de volt olyan ultraortodox rabbi, aki ennek ellenére tömeges imádságot tartott.